Köszöntöm Önöket, tisztelt nézőink! A Lólépésben című sakkmagazin 2015. augusztusi adását látják. Két héttel ezt megelőzően bemutattuk Önöknek a 34. nyírségi torna nemzetközi sakkverseny csoportgyőzteseinek egy-egy jellemző partiját, és amikor a partikról volt szó, beszéltünk a pozíciójáték sajátosságairól, beszéltünk Lengyel Laci partija során az időtényezőről, a fejlődési előnyről. A mai adásunkban a sakktörténelem kincses tárából két nagyszerű partit szeretnénk a figyelmükbe ajánlani. Mindkét parti arra az alapelvre mutat rá, hogy nem szabad a fejlődésben elmaradni, azaz egy-egy gyalog, tehát egy-egy figura áldozata révén olyan erős támadást indíthatunk bizonyos esetekben, amikor is az időelőny, tehát a lépéselőny kihasználásával nyerő kombinációt vihetünk véghez. A sakk megnyitás elméletében számtalan olyan megnyitás van, amelyben világosa vagy sötét már a nyitó lépésekben rendkívül kiélezi a küzdelmet, egy-egy gyalogot bizonyos esetekben akár tisztet is áldoz. Az egyik ilyen megnyitás az úgynevezett királycsel. A királycsel valamikor az 1800-as években élte a fénykorát, azonban a 20. században is sokan játszották, a királycsel lovagjának nevezték Boris Vasiljevics Spasski ex-világbajnokot, aki fiatal éveiben is, és még világbajnokként is igen aktívan és eredményesen játszotta a királycselt. Ha jól emlékszem, 23 nyerés mellett egyetlen partit vesztett csupán a királycselben. Spasski neve mindenkinek ismerős, hiszen ő 3 évig volt a sakkvilágbajnok, rendkívül sokszor volt világbajnok jelölt, sokszoros szovjet válogatott, olimpiai bajnok, a világ sakktörténelmének egyik legnagyobb alakja. Ellenfele sem kisebb személyiség Dávid Jonovics Bronstein, szovjet nagymester, egy olyan világbajnok jelölt, aki ellen 1950-ben Botvinnik világbajnok csak üggyel bajjal tudta döntetlenre menteni a világbajnoki döntőt, akárcsak közel egy évtizeddel ezt megelőzően Lékó Péter ellen tudta döntetlenre menteni a páros mérkőzést, a világbajnoki döntőt az orosz Kramnyik. Bronstein egy rendkívül okos és ravasz bölcs sakkozó volt, akinek volt egy jellembeli hiányossága, nagyon nem szerette, hogyha a királyát támadják. Ebből fakadóan Spasski magabiztosan és bátran a királycselt játszotta meg. Péter, kérlek, mutasd be ezt a partit. Jó. Azért szeretném, hogyha kommentálnád te is ezt a partit mindenképp. Bele fogok, mellette, hogy nyilván ígérem. Mert ugye a királycselt már láttam tőled is gyilkos haderővel végigvonulni és a fekete királyt bemattolni. Úgyhogy lássuk azért ezt a partit. Ugye nagyon érdekes, ugye két nagyon jó játékosról beszélünk, és ugye nem jellemző, hogy ilyen ennyire kiélezik az állásokat, és ugye a királycsel, ahogy mondta Zoli is, ugye az 1800-as években élte fénykorát, sőt, még hogyha azt mondjuk, még korábban is, meg még az 1900-as évek elején is. E4, következett ugye E5, és ugye F4-gyel azonnal megnyitják a centrumot, és ugye ez az értelme, hogyha leüti fekete, ugye az következett, leüti F4, akkor majd egy gyors tiszfejlődésekkel, huszár F3 futó C4, mégis akár D4-gyel, ugye úgy nyerni vissza az F4 gyalogot, hogy enyém, tehát a fej világosi a centrum, E4 D4 gyaloggal, és ugye a gyors huszár és futó fejlődéssel, sáncolással, fehér azonnal ugye kezdeményezéshez jut. Ebben a sőt, még rövid sánc után még az F1-re kerülő bástya is gyilkos erővel kacsint a az sötét F4, állás igen. Leggyengébb pontjaira, az F4 alugra, illetve az F7 pontra. Igen, most huszár F3-mal folytatta ugye fehér. A másik fő változata ez a király huszárcsel, a másik fő folytatása futó C4, a király futócsel. A nagy Bobby Fischer a király futócselt kultiválta, de hát Spasski most huszár F3-at lépett. D5 következett, ugye az az értelme, hogy ugye a centrumot megnyitja a fekete, kinyitja a futónak az átlóját, a világos mezőn mozgó futónak az átlóját.
és utána futó D6-tal megvédi az F4 gyalogot is. Azt hiszem, hogy ezért is ment ki a királycsel a divatból, mert sötét visszaadja a gyalogot, a gyalogáldozatot, futó D6-ot, hogyha megvédi a világos állást nyomó F4 gyalogot, akkor tulajdonképpen nem is lehet igazából nagy fejlődési előnyt. Igen, tehát ugye általában az ilyen cseleknél, ugye, ahol ilyen gyalogokat áldoznak, az a legegyszerűbb, hogy visszaadunk egy-egy gyalogot, egészségesen kifejlődünk, és valamilyen gyengeség ott marad ugye az ellenfél állásába. Hát ezt most feketének nem sikerült igazából létrehoznia, de kellett hozzá a hibája is. Ezt a D5 gyalogot leütötte a világos E4 gyalog, futó D6-tal folytatta fekete. Hadd jegyezzük meg, hogy ha sötét leütné a világos gyalogot, arra huszár C3 következhetne, tehát tempóval fejlődnek a világos tisztek is, űzik, zavarják a támadott vezért, és következhet még a futó lépés is. Tehát az nem volt ajánlatos a D5 gyalogot leütni. Hát most itt futó B5 csak lett volna a legjobb lépés, de huszár C3 következett. Tehát eltért Spassky az elmélettől. Igen, huszár C3 jött. Ez egy úgymond újítás, és ugye erre nem nagyon voltak felkészülve. Huszár E7 jött, huszár E7-tel folytatta a sötét, amire D4-gyel ugye centrumot elfoglalta a világos gyalog, és elsáncolt fekete. Futó D3-mal ugye kifejlődött, és itt most mindenképp valószínűleg ezt a futót ki kellett volna szedni, és futó F5 lett volna a legjobb lépés, és ugye egy kevesebb figura, ugye kevesebb gond alapon is, meg nem támad oda H7-re. Huszár D7 jött a partiban. Vajon mire gondolhatott Bronstein? Huszár F6-tal? Igen, huszár F6. El kell mondanunk azt is, hogy világosnak kettős gyalogja van D5-ön és D4-en, és ugye azt mondhatjuk, azt tanultuk, hogy a kettős gyalog jellegzetessége, hogy az előtte levő mező is gyenge, illetőleg a gyalogok nem védik egymást, azok gyengék, aggálytalanul könnyedén leszedhető a D5 gyalog, ami felszabadítja kissé a sötét állás nyomottságát. Igen. És emellett még ugye huszár F6-tal, vagy A7 pont védelmére is próbál játszani, és ugye a D5 gyalog, ami már beszéltünk, azt próbálja meg. Tehát a huszár D-t objektíven nem olyan rossz lépés, tehát logikus lépés, de a futó F5-tel azt a D3 futót mindenképp érdemes lett volna kiszedni. Tehát Bronstein rendkívül bölcsakkozó volt, tehát valószínűleg gondolhatta, hogy Boris Spassky milyen stílusú állást szeretne létrehozni, talán elhagyta az őt jellemző bölcsesség, amiért a D3 futót, vagy nevezük támadó rakétának nem szedte ki futó F5-tel, valószínűleg csökkent volna Spassky-nak a támadó aktivitása, és más vizekre elvezhettek volna. Az biztos, tehát, hogy ott valószínűleg pozíciós vizekre elveztek volna. Itt ugye is megmaradt ez a futó, itt most még nem látszik semmi az egész állásban, de hamarosan ez egy erőteljes futó lesz majd. Elsáncolt világos, teljesen logikusan, és most ugye erről beszéltünk, hogy H6, ami jött a partiban, ez egy elég, hogy is mondjam, felesleges lépés. Itt ugye huszár G6 az egy mellékváltozat, hogyha huszár G6 jönne, akkor ugye itt huszár ugye megvédi az F4 gyalogot, futtőti H7 ellen kijön, tehát ez is egy teljesen logikus lépés, és a másik a huszár F6 is egy teljesen logikus lépés lett volna feketével. Tehát mind a kettő egy teljesen egészséges állásszerkezetet eredményezett volna, és ahogy már beszéltünk, valószínűleg egy pozíciós mederbe terelte volna fekete ezekkel a lépésekkel a játékot. Ugye H6 következett, ugye egyik huszárral se lépett, ugye a futó is bent van még C5-ön, tehát az egyértelműen, amiről már beszéltünk, egy késlekedő lépés, ez nem volt jó ötlet. És azonnal a fehér ugye elindítja a D6 futó elleni ugye támadás, huszár E4 felkiáltó jellel jött, amire ugye most az a terv, hogy huszár üti D6, majd futó üti F4, és hogy huszár üti D5-öt lépte fekete, C4, és ugye huszár E3 következett, amit ugye le kell ütni, mert másképpen minőséget veszítenénk, futó üti E3, F üti E3, és ez egy nagyon jó lépés, C5-tel ugye visszazavarja azt a D6 futót, futó E7.
Azt hiszem, most itt érdemes egy mérleget vonnunk. Nézzük meg, hogy mennyire fejlett a világos haderő, és mennyire fejletlen a sötét haderő. Ha népszámlálást tartunk, akkor azt mondhatjuk, hogy most már csupán egy gyalog hátránya van világosnak, de a tisztjeinek fejlettség ezért igazán bőséges kompenzációt ad. Nézzük, hogy milyen tervet választott Boris Vasziljevics. Igen, hát ugye, és itt van, itt jön ki, ugye, amit mondjuk láttunk is, hogy a C8 futó és az A8 bástya ugye mennyire nem játszik, ugye nem lépett a D7 huszárral, ugye annó, hogyha kivitte volna F5-re azt a C8 futót, ugye semmi baja nem lenne feketének. Most itt, ugye, ha megnézzük, nagyon, nagyon bent vannak ezek a fekete figurák, és nem nagyon tudnak játszani is. Fehér egy nagyon-nagyon jó, nagyon erős tervet választott, elég logikus és nagyon ugye jó terv is, futó C2, ugye nem megy azonnal a gyalogra, hanem ugye vezér D3 a terve, és a nagy átlón H7 pont felé szeretne itt be kacsingatni azzal a vezérrel. Tehát a huszár ellépése után vezér H7 pont fenyeget konkrétan. Igen, az lenne a tervünk. Úgyhogy bástya E8 következett. Szellőztet Bronstein. Igen, és vezér D3-ra, ugye most itt hát egy érdekes adok-kapok, ugye van egy olyan alapelv, amit már magyaráztam elég sokszor, és ugye az előző adásban is elmondtunk, hogy ugye addig ne akciózzunk, amíg nem vagyunk kifejlődve. Most ha megnézzük a fekete haderőt, hát nagyon látszik, hogy nincs kifejlődve. Fehér viszont teljes mértékben szinte már csak az A1 bástyája az, ami nem játszik. Ugye még ott van az alaphelyén, az alappozíciójában, de az összes többi fehér figura hihetetlen jó támadó állást vett fel. És ugye nem is az E3 gyalog érdekli fehéret, hanem az, hogy hogyan tudna majd ott valahogy H7 pont felé ugye bevenni. Hát huszár F8-at kellett volna mindenképp lépni a feketének, a H7 pont felé, hogy ne nagyon tudjon bemenni. Mindenképp ez lett volna az egyetlen védőlépés, hogy ne nagyon tudjunk ott H7-en kellemetlenkedni. Ugye most itt fekete E2-t választotta, és ugye megtámadta a bástyát, úgy gondolta, hogy ezzel kötelező lesz elmenni. Eltereli a támadó vezért. Igen, hogy a nagy átlóról, de itt jött a meglepetés, és ugye itt jön ezeknek a lépéseknek, meg ezeknek a taktikai állásoknak a meglepetés mi volt, hogy ne vitte el fehér ezt a bástyát, ha bár mondjuk bástya F2 után is sokkal jobban állt volna, hanem egy meglepő huszár D6 lépést tett fehér, ugye megnyitotta az átlót. És most konkrétan vezér H7, király F8, vezér H8, mat fenyegeti Bronstein. Igen, igen, igen. És nagyon nehéz ez ellen mit tenni, huszár F8. Valószínűleg lehet, hogy futőt D6 lett volna a legjobb, de ott is jobban állt volna. És a másik, hogy F1-re lehetett volna még ütni. Huszár F8-a ugye védekezett, hát egy nagyon bonyolult szerkezet. Ugye a H7 mezőt kivédte ez a lépés, és erre folytatta fehér egy nagyon érdekes és hát ugye kényszerítő, ami ugye egy picit elnézhető lépés is. Ugye huszár, a D6 huszár meglepetésre, ugye egy taktikai következő áldozatot, ugye egyszer már feláldoztuk, de most jött egy másik áldozat, huszár üti F7-tel, ugye a király környékére érkezett ez a tiszt, és megtámadtuk a vezért is egyben. Itt már fenyeget a rettenetes futó D3, majd a huszár ellépése, van nagyon igen, sok minden. Tehát megnyílik az a futó is, ugye C2-ről most B3 felé. Elüti F1-jel, ugye leütötte a bástyát, fekete. Mindig nagyon esztétikus úgy áldozni tisztet, hogy a sakkal teszi az igen, ellenfél. Bástya ugye az A1 bástya, de ugye az nem kellett, most játékba jött, bástya üti F1, és ugye futó F5 érkezett. Amit érdemes megnézni, ugye itt vezér D5 is van benne, hogyha a királya visszaütni F7-en azt a huszárt, F7-en azt a huszárt, tehát vezér D5 helyett, hogyha a király üti F7 jönne, akkor ezt nézzük meg a táblán, vezér D5-öt rakjuk vissza, és a király üti F7, igen, tehát futó F5 jött, és ehelyett ugye király üti F7, ha jönne,
akkor egy gyönyörű matmotívummal fejezné be, huszár eld sakk, király G8, és itt van a zseniális vezéráldozat, vezér H7, fantasztikus lépés, huszár üti H7, futó B3 sakk, király H8, és huszár G6 mattal, ezt úgy nevezik, hogy félfojtott mattal fejezné be világos a küzdelmet. Hát ez egy gyönyörű matmotívum lett volna. Ezt nyilván azonnal látta Bronstein, és ezért húzott a futóval F5-öt. Igen, igen, igen. És ugye a vezér D5-öt lépte volna, arra megint futó B3 jött volna. Úgyhogy futó F5-tel mindenképp ugye azt szerette volna, hogy legalább egy tisztet, még hogyha be is áldoz, valahogy megpróbálja ellensúlyozni a fehér tiszteknek a dominanciáját. És ugye... De amint látjuk, hogy ez nem nagyon sikerült. Elkésett volt nem ez volt a már rá idő. Lépés. Nézzük a 17. lépésben a futó F5 állást. Igen, és akkor arra vezérüti F5 jött. Ugye ezt le kellett ütni. Nem volt más vezérüt F5. Vezér D7. Ugye az volt az értelme, hogy nyerjen egy tempót fekete, és hogy ne tudjon itt azonnal áldozni. De egyszerű vezér F4-gyel kiment a cseréből, ugye nem cserélünk, amikor támadunk. Futó F6 következett, amire pedig ugye huszár, a hármas huszár, a harmadik soron álló huszár beugrott E5-re. Azt hiszem, itt érdemes megtekinteni, hogy minden világos tiszt gőzerővel, maximális energiával dolgozik, a sötét tisztek pedig hát rémülten totyognak a király közül, és hát a pontgyengeségeket nem tudják kivédeni. Ez az, amikor ugye most van egy minőségelőny, mi visszáldoztunk egy tisztet, feketének, de hát ugye ez az A8 bástya semmit nem csinál. És már a többi tisztje ugye, hogy védekezik is, de ez a C2 futó, hogyha megjelenik B3-ról, akkor az gyakorlatilag eldönti a küzdelmet. Most vezér E7-tel folytatta fekete, ugye kiment ebből az ütésből. Futó B3, ugye futó üti E5, nem nagyon tudott más lépni. Huszár üti E5. Álljunk meg itt egy pillanatra. Igen. Egy érdekes filmtörténeti, valóban megtörtént dolgot szeretnék elmesélni. Mindenki előtt nyilván ismert a James Bond akciófilm sorozat. Valamikor a 60-as években csinálták azt hiszem az Oroszországból szeretettel című epizódot, amit még Sean Connery neve fémjelzett, ő játszotta James Bondot. Ennek az epizódnak a sztoria az volt, hogy a KGB úgy tervelte ki az akciót, hogy egy sakknagymestert kért fel arra, hogy számoljon ki minden lehetséges lépést, minden lehetséges változatot, és a film egy velencei sakkverseny pillanatképével kezdődik, ahol az egyik sakkozó, a KGB ügynöke, az a nagymester egy gyönyörű kombinációval készteti feladást az ellenfelét. Ezt a KGB ügynök nagymestert a filmben Bronskynak nevezték, érdekes összetétel a Bronstein és Spassky neveknek, és a táblán látható állás a filmben pontosan ez az állás volt, és be is fejezték a partit a következőképpen. Igen, király H7-tel folytatta fekete, és vezér E4 sakk után feladta fekete a küzdelmet, nem nagyon tudott mit csinálni. Hiszen ugye most király H8-a következhet példának okáért, huszár G6, vagy leütjük igen, a vezérét minden. Már. Bástya üti F8 is, nagyon erős lépés is, a G6 mező ugye ki gyengül, és utána huszár G6-tal gyakorlatilag, én úgy gondolom, hogy befejeződött a parti. Tehát valószínűleg király A8-a, bástya üti F8, azt valamivel bástyával vagy vezérrel visszaüti, és huszár G6 gyakorlatilag. Nézzük meg egy másik klasszikus ex-szovjet sakkozónak a partiját. A világos figurákat Mihail Tal vezeti, ő egy lett származású szovjet sakkozó, aki 24 évesen lett világbajnok, és őróla tudni kell, hogy hihetetlen kombinációs képességekkel rendelkezett. Csodagyerek volt, ha jól emlékszem, 16 évesen fejezte be a Rigai Egyetemet.
csodagyerek volt, korábban elképzelhetetlenül korán lett nagymester, illetve világbajnok jelölt, illetve világbajnok, olyan hihetetlen bonyolult állásokat varázsolt a saktáblára, hogy joggal nyerte el a rigai varázsló nevet. Tál a part idejében már ex-világbajnok volt, már elvesztette a világbajnoki címét Botvinnikkel szemben, azonban még mindenkivel szemben hihetetlenül veszélyes játékos volt. A zónaközi döntőn, azaz a világbajnok jelöltek közé jutásért rendezett versenyen játszotta ezt a partit a bolgár nemzetiségű Georgi Tringov nagymesterrel szemben 1964-ben Amsterdamban. Tál az a játékos, aki... remélem nem sértődik meg Lengyel Laci. Lacihoz hasonlóan nem szabad ellene kezdeményezést engedni, mert rendkívül dinamikusan és erőteljesen játszik. A partiban Tringov nagymester egy gyalogáldozatot elfogadott. Nézzük meg, hogy mi lett ennek az eredménye. E4-jel nyitott ugye Tál, G6, ugye modern védelem, D4, futó G7, huszár C3, jegyezzük meg, hogyha most C4-et léptünk volna, akkor a király indiai védelembe tért volna bele, világos. Igen. Nem ez az optimális lépéssorrend. Hát úgy is lehet, igen, játszani itt, ugye át lehet sok minden változatba menni. Itt ugye C5-öket is lehet lépni. Sok minden, tehát ennek a lépéssorrendnek az az értelme, hogy várakozik fekete, és még nem bármilyen felállás, felépítést ki tud hozni a szerkezetéből. Hát fehér egész egyszerűen, ugye huszár C3 a D6 következett, fehér huszár F3-mal folytatta a fejlődést, C6 következett, és futó G5 érkezett. És ugye amiről beszélünk, ugye ezt azért lépte, hogyha huszár F6, akkor esetleg E5-tel ugye ott megtámadják, meg az a futó természetesen ott jól áll, meg ugye kötést hozott létre. Fekete vezér B6-tal, ugye egy kicsit azt szoktuk mondani, hogy a fejét bedugta az oroszlánnak a szájába. Ugye Tal ellen ilyen lépéseket nem szívesen lép az ember, vagy lépett az ember, és hát ez egy gyönyörű parti kerekedett ebből, és ugye hát az, hogy elfogadja azt a B2 gyalogot, ugye arra szoktuk mondani, ugye mérgezett gyalog, az a B2, ugye elég masszív a fekete állás, és nem nagyon látszik, hogy hogy lehet ezt szétszedni, csak nem egy ugye Talnak a kezében, vagy Tal ellen. Ellene nem szabad ellene kezdeményezést nem adni. Nem szabad engem. Hogyan folytatta Mihail a rigai varázsló? Vezér D2-vel természetesen beáldozta a gyalogot, vezérüti B2, bástya B1, vezér A3, és ugye futó C4-jel. Ha ránézünk hirtelen az állásra, ugye... 6 világos tiszt kifejlődött, még a sötét állásában csupán 2, mindezt egy gyalogért. Igen, plusz a vezér, amit ugye nem az elején kell kihozni, hanem inkább a végén, ugye amikor az összes könnyű tisztel kifejlődtünk. Hát ezt lehet, hogy idéző ebbe, ugye, hogyha egy picit rossz májuk akarunk lenni, akkor azt mondanánk, hogy a Tringov be akart kerülni a világ sajtóba, és sikerült is neki ezzel a partival, ugye meg Tal szenzációs játékával, de hát természetesen ugye fantasztikus jó és gyönyörű vége lett ennek a partinak. Vezér A5-tel ugye megpróbál visszakozni a vezér, elsáncolt világos, ugye befejezte gyakorlatilag a fejlődést, és fekete még mindig 3 tisztel áll bent, nem sáncolt, és nagyon nehéz a helyzete, E6-tal folytatta. Hát azt hiszem nem olyan rossz lépés ez, hiszen D5-re készül, sötét, és ebben az esetben lezáródna a centrum, akkor talán megúszná a táli rohamot, tehát D5 ellen kell Mihailnak kitalálni valamit. Elég logikus lépés, sőt, bástya F-ről E1-re, érkezett, ugye, hogyha D5, azt le tudnám ütni gyaloggal, D5, meg utána vagy huszárral, vagy futóval, meg ugye és kinyílna az E-vonal akkor. Tehát nem lehetséges D5. Mit lehet akkor kitalálni? Hát, ugye próbálkozott fekete A6-tal, hogy hát, ha valahogy B5-tel. Hát ugye most, hogyha megnézzük, eddig 5-öt lépett feketével, fekete gyalogokkal sötét. Hát ez nem a legjobb terv. Futó F4, és ugye itt jön az, hogy ugye itt most már fehér bőven el tudja kezdeni az akciót, a támadást, a fekete haderő és gyengesség, ugye E6-tal a D6 gyalog is gyenge lett.
Hát nehéz volt mit tenni, E5, ugye D5, de ez ugye megint ugyanaz, hogy amíg nem vagyunk kifejlődve G8 huszár, B8 huszár, C8 futó, tehát önként nyitja saját magára fekete a haderőt, hát az gyakorlatilag egyenlő, hát én azt mondanám, hogy a feladással is. Itt már gyakorlatilag bármit lép fehér, nagyon jó lenne, de ez volt a Tali ugye zsenialitás, hogy ott hagyta az F4 futóját, plusz beáldozott még egy figurát, és egyszerűen nem engedte ebből a gúzs, tehát a gúzsba kötésből kiszabadulni feketét, és egy vezér D6-tal gyakorlatilag az E... többes tisztáldozatot hozott. Igen, a C3 huszár ott maradt, az F4 futó ott maradt, és nem tudni, és ugye, amiről már beszéltünk, akármikor ilyen futőüti F7-es áldozatok is jöhetnek majd. Vezérüti C3-mal, ugye egy tisztet elfogadott legalább, és bástya E-D1 következett, ugye. Fenyeget a rettenetes vezér D8 mat. D8 mat, ugye nyílt vonal, huszár D7 jött, és ugye itt futóüti F7-tel, ugye itt már nem számítanak a tisztek, hiszen feketének ugye nem védekeznek, itt már az számít, hogy a fekete királyt kimozdítsuk a biztonsági zónájából, ugye király üti F7, és a fehér tiszteknek ugye megint a dominanciája eldöntse a küzdelmet. Huszár G5 sakk, király E8, és vezér E6 után kapitulált, feladta. Tringo feladta, mert a király ugye D8 jönne, arra huszár F7, király C7 és vezér D6 mattot kapta volna. Ilyen miniatűr volt a világ 50 legjobb sakkozója közé tartozó Tringo Vellentálnak a művészete. Ennyi fért a mai adásunkba, remélem jól szórakoztak, kedves nézőink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!